Sziasztok fiúk, lányok! Ez a Hearthstone Ranked Chassis-val legújabb epizódja, és hát a mai napi küzdelmemet láthatjátok, ahogy próbálom magamat előre törni. Mivel új év van, így újra rangsoroltak mindenkit, vagy hát lenulláztak mindenkit, és most újra elkezdődött a 2015-ös szezon, és most próbál mindenki megint fölfele húzni a ranglétrán. Úgyhogy izgalmas összecsapások állnak előttünk, annál is inkább most az összes pro játékos, mert hát már azért az év vége felé már annyira nagyon aki akar, az már fönt van, és általában csak a noobok próbálnak még föntébb jutni, köztük én is. Igen, és hát most az összes pro játékos is, hát már ők is elkezdtek újra fölfele mászogatni, úgyhogy eléggé sűrűn lehet találkozni jó játékosokkal. Ezt abból lehet tudni, hogy olyan legend lapjaik vannak, hát amik kb. Hát megérinteni nem lehet vele a fickót, de hála égnek idáig még szerencsém volt, és tudok előre haladni. Na de hát el is kezdődött a kis köröskénk, és arról a kis zöld emberkéről tudni kell, hogyha őt kinyírjuk, akkor kettő sebet a hősünkre. Hát itt az elején ilyen gyengusz lapokkal kezdtem, már ezt mindig így próbálom kipuhatolni, hogy mennyire komoly az ellenfél. Szerintem most ő is így volt ezzel. Vagy nincsenek olyan lapok a kezébe, akkor szerencsém van. De egyelőre tudtam rá sebezni, mondjuk ő is sebzett érem, de hát most mondjuk úgy, hogy még jelenleg nálam van a kezdeményezés joga. Aztán majd meglátjuk. Hú, gyerekek, kérem szépen. Ja, majd csak egyes sebez, azzal rámegy szépen szerintem a Murloc komoraja. Gondolkoztam rajta, hogy egy Murloc paklival próbálkozok, vagy Murloc, vagy Murloc, na mindegy, nem tudom én, hogy kell kiejteni. A lényeg az, hogyha ezekből a zöld békákból összepakolsz egy ilyen, akkor egy egész jó kis raslapot lehet kapni, most nem raslapot, rasfaklit. Amivel hát mondjuk én a Hunterra szoktam nyomulni, mert az még plusz kettőt is sebez a hősre. És az elég jó eredményeket értem el, annyi a bibé az egésznek, hogyha nagyjából 7 HP-ig az ellenséges hero életben marad, akkor onnantól kezdve már nagyon nehezen tudom legyepálni, mert hát ezek csak gyenge lapokból állnak. És mágussal szemben, hát ott mindig imádkozni szoktam, hogy mágusnak vannak ilyen lapjai, például ez is, hogy 4-es sebez az összes ellenséges minionra, de van még egy kisebb is, hogy 1-es sebez az összes ellenséges minionra, és a Murloc paklinak a gyengéje az, hogy az összes Murloc nagyjából 1-es HP-val rendelkezik. Jó, mondjuk talán ezt még lehetne erősíteni, de hát mondjuk úgy, hogy ez felesleges szerintem. Na, learaktunk egy tauntot, és hát most a kedves paladinunk is megpróbál szépen erősödni, és hát ezt elég jól is csinálja. Egyelőre, szóval simán le fogja ütni a tauntomat. Most a helyzet az, hogy egyelőre még nem nagyon van olyan lap a kezemben, amire azt mondanám, hogy hely de hű de jó. Lerakjuk ezt a Mishimokust, mert akkor kapunk még egy lapot a pakliból. Meg kérünk még két, nem. Rásebzünk arra az egyik izé fickóra. Igen. És a következő körbe, hát ezt a kört muszáj vagyok így kibekkelni, mert most nem tudok jobban csinálni. Remélem, hogy majd a hősömre fog menni, mert általában ilyenkor az ilyen kis erejű lapokkal nem nagyon foglalkoznak, ezt mindig a hős támadják. Úgyhogy most, ha csak nem tud ráerősíteni valami irdatlan módon, akkor talán még jó lesz. Ó, de jó lapot raktál le, haver. Oj. Na. Akkor nézzük, mit fogunk tudni kezdeni magunkkal. Azt mondja, szerintem azt a... Hát azt hiszem az egy legendári lap, akkor azt szépen birkává varázsoljuk, mert nem szeretem az ezeket a lapokat. És akkor most mindenkire egyet sebzünk. Jó van, így a nagyját felszámoltuk az itt található ellenséges hírók, vagy izé lapoknak. Sebeztünk is egyet, és kioldottuk a szekret varázsa, meg jó, hogy izé ezzel a kis Mishimokussal csináltam ezt, mert valami nagyobbat akartam volna ráverni, akkor ugyanígy sebzek saját magamra is. Mindig vigyázni kell a szekret lapokkal, mert sose tudhatod. Ó, de jó lap. Tjé, anyám, azt még vissza is gyógyította magát, de nem lesz egyszerű kör, kérem szépen. Hát mi jót csináljak én magammal? Hát ezt így a legegyszerűbb így eltüntetni a színről. Azt mondja, itt ez a charge lapom, a Wolf Rider. Azzal őt likvidáljuk, és maradt a Mishimokus a színen. Hát vele egyet tudunk sebezni, hát nyilván megrettent. Én is beszarnék. Iha. Hát ez így el fog tartani egy darabig. Jaj, nem áll. Hát ezeknek mindig olyan lapjaik vannak, ez nem ér.
Na. Még szerencsére sok malájába került, ahogy látom, úgyhogy... De már csak 11 HP-n van. Nem jó, nem jó, nagyon nem jó. Na, leraktuk a tauntot. És Fire Damage-en megküldjük, hogy azért érezze a törődést. És ezt meg szépen likvidáljuk. Így, na, hát eddig tartott a Mishimoku pályafutása. Hát na jó, most itt az ő kezében van a világuralom. Kíváncsian várom a fejleményeket. Jaj, elég ijesztő tud lenni. Ah, jó van, rásebez a tauntomra. Még körültem volna, nem gyógyít magán kettőt, de hát na így is legalább egyes sebzet. Oké, már csak 9 HP-n van, jó van. Értem én, értem. Jézus ereje. Na, nézzük, akkor lerakunk egy tauntot. Már hát kéne. Jó van, aztán kioldjuk ezt a... Kérünk még két lapot a pakliból. Ó, még taunt, még taunt, Isten! Na, ez az abszolút védelem, gyerekek. Ezen gyűjjön át, hogyha akar. Nyilván el fog tartani neki egy darabig, de remélem legalább két kör erejéig. Most megpróbálok rájátszani, hogy hát a rak még le pár lapot a kezéből, és akkor ott van a 7-es manás kártyám, ami 4-et sebez az összes ellenséges minionra. Na nézzük, mi a következő delikvens. Na. Hát na jó, ennek 5 HP-ja van, de még hogyha a Fire Damage-emmel, mármint a mage-nek a különleges képességével egyet rá tudok sebezni, akkor pont le tudom vinni 4-re. Jaj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 
ez fájni fog. Meg semmi sült. Jaj! Hát ez nem volt kellemes. Yeah. Na jó, hát akkor ezt így ebben a formában fogjuk elintézni. Egy. És akkor még maradt egy manám, hát ezt szépen ráküldöm már. Mert igen. Tehát megnézzük a szekret lapját. Általában ezek a paladinos szekret lapok akkor reagálnak, hogyha az ellenséges hőst támadás éri. És hát igen, sikerült. Ez megint egy ilyen visszasértő lap volt. Hála égnek csak egyet. Úgyhogy a maradék kettő sebzésem az ugyanúgy betalált, és hát remélem nem fog egy akkorát nagyot verni rám. Megint egy szekret lap, de jó vagy. Imádom ezeket a lapokat. Csupa hasznos holmi. Na, és most várja, hogy betámadjam. Ó, de kis lavasz. Hát, na jó van. Lerakjuk Mishimokust. Meg ezt a Tauntot. Meg aztán igen, oda sebzünk egyet. Jó van, és akkor kb. Ennyi történt. Na, erre mit lép el, haver? Van még 14 HP-ja, az el lesz egy darabig. Az a jó ebben a kártyajátékban, sose tudod megjósolni, hogy mi lesz a végén. Kivétel, hogyha ilyen Hunter van és Rush paklival indul, mert akkor jó eséllyel a Hunter győz. Kivéve, ha mágus vagy és ilyen, de az összes minionra egyes sebző lapod van. Ó! Raid Leader, vagy mi ennek a neve. Szeretem ezt a lapot, az egyik kedvenc lapém. Egyikben az összes szövetséges minionnak a támadását egyel növeli. Ó, és kioldottuk a szekret lapot Mishimokussal, hát ez nem volt valami vészes. És most jön szépen ez a charge-unk, aminek 5-ös a támadó ereje, úgyhogy most kb. 11-et fogunk ráverni. Hát, most már kicsit többet. Maradjunk a 13-nál. Farewell. Jaj. Ó, de sütjük. És maradt egy HP-ja. Hű, na a következő körben, hogyha még le is üti az összes miniomat, és esetleg nem tud bevinni 6 damage-et a hősömnek, akkor csak a hősöm különleges képessége elég lesz ahhoz, hogy megnyerjük a kört. Úgyhogy kíváncsian várom a fejleményeket. Növeli a támadását 3-mal. Aztán megint növeli 3-mal. Öcsém, szerencsé, hogy még csak most jöttek a kezébe ezek a lapok.
Ó, megdupláztad támadását a gyereknek. Úristen, most már 14-et sebez. Meg jó, hogy ott a tauntom. Egy kicsit összeszarnám magam. Hölgyem és uraim, sikeresen megnyertük a kört, mert feladta az úriember a harcot. Hű, és előréptünk ebből a izéből Mishibokusán. Köszönöm szépen a megtekintéseket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!